Kérem, hallgassanak meg egy vezérfonalat a tudományos borkóstoláshoz. A borkóstolás, hölgyeim és uraim, csak léha és felelőtlen iszákos tekinti vedelési alkalomnak. Komoly szakember, teszem azt, mint én, tudományos szemszögből vizsgálja, figyeli meg a tárgyat. Először is a színét vesszük szemügyre, aztán az illatát figyeljük meg, és szinte csak cseppenként, kortyolgatva, megállapíthatjuk, hogy erre a badacsonyi hárslevelűre az ő egészen sajátos zamatra a jellemző. Bukéja van ennek a bornak, kartársaim, bukéja! Persze mi, szakemberek, így hívjuk ezt a különleges micsodát, ami az igazit megkülönbözteti a csinálmánytól. Egészen különleges dolog ez, ezt más meg sem értheti. Persze nagyon óvatosan kortyolgassuk, mert ez a badacsonyi hárslevelű, hogy úgy mondjam, nagyon csalós. Először csak melengeti a kebelet, majd komoly kibicsaklást okozhat a tárgyilagos szemlélet rovására. Laikus is észlelheti, hogy illata zamata, egészen más ennek a rajnai rizlingnek. Más a bukéja, kartársai, más a bukéja, és testes bor, hogy úgy mondjam, harapni lehet. Persze, nagyon óvatosan harapjunk, drága aranyos barátaim, mert ez a rajnai rizling is nagyon csalós. Na már mostan, ha tisztán tudományos szemszögből folytatjuk a vizsgálódást, akkor ez a tramini fűszeres a helyes sorrend. Hát, hogy illata. Zamata egészen más, mint az előző kettőnek. Figyeljük csak meg, drága aranyos barátaim, ha egymás után dobunk rá egy-egy pohárkával a háromból, akkor tisztán és pregnánsan érezhető a köztük lévő lényeges differenciát. Persze nagyon óvatosan dobáljuk, drága aranyos barátaim, mert ez így kever. Pláne nagyon csalós. Na, elmosztam. Egy egészen piszike pohárkával csak, az összú félességek egyik másikából. Tisztán csak annak megállapítása véget, hogy ez az asszúféleség, mint olyan, egészen másmilyen. Ez óvatosan kosszolgassuk ezt az asszúféleséget is, drága aranyos keveltársaim, ez is büdösül csalós. Na! De ami most következik, ez egy külön fejezetet érdemel a tudományos vizsgálódás sanyagában. Mert hogy küllemre egyszerű karrak, kadarkaka, piros a színe, tüzes az íze, és testesbor. Becsületes szentséges atya, úristenemre, hogy testesbor, hát nota van benne, hogy megrakják a tüzet, mégis elaluszik. Persze nem zsajdináskozom, komoly tudományos előadásom, nem kocsma ez, nem spiri. Borkóstolás. Itt olyan tudományos alapom. Melyik asztalra tegyem le? Na. Gyere, ne szégyenkedni. Hát á!
ácsi az egész. Ebben zugjátok a csőtöket, arany pofáim helyett, hanem tudni akarjátok, hogy mi az az anyatej. Kökeim, magzatjaim, valahogy el ne felejtsük vizsgálódást trágyává tenni ezt a csokabagi nyakolajat, csak úgy szabad kézből a galé mögül. Vigyázolj! De, és te óvatosan vigyázol, drága, egy aranyos cimborám, hát te egy picit sokat, hadd lehelek nemes homlokodra pusztán tudományos alapon. Te, hát ennek az íze, hát noza van benne, hogy megrakják a szüzet, mégis elaluszik. Ez csak pianissimo, nem ordibál. Vágd ki, amivel teszelek, hogy rezegjen bele a nagy csinál, hogy rezesz be a kontárja bubá. Nosos a kontár. Hát, hát egyszer szik egy évben csak borkostolás, tudományos...